A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény szervezésében újabb időszaki tárlat nyitotta meg kapuit a Szent Erzsébet házban. Orient Tenikő textilművész egyedi festéssel, a textilrétegek egymásra helyezésével, az anyagszálak egymásba fűzésének különleges módjával jeleníti meg vallási témájú képeit. A festett textilképeimet nézzük, akkor én tulajdonképpen az IPA Művészeti Főiskola textil tanszékén a legszorosabban a kézifestés nyomott anyag tervező szakon végeztem. Tehát végül is a rajzolás, a festés az mindig is központi téma volt, és tulajdonképpen a textilnek az elemi szálaival, azokkal a pici vonalakkal, a vonalnak a görbüléseivel, meg annak az irányával és az egymásra épülésével szeretnék foglalkozni. Itt rátaláltam erre a vékony szövésű áttetsző anyagra, ami ugyanúgy a sorok közt is tud beszélni. A kiállítás egyik érdekes darabja az a DNS formára hasonlító alkotás, amelyet a szülei sírjánál az emlékezés gyertyáinak meggyújtásához használt gyufaszálakból állított össze Orient Tenikő. Az üzenet az sokféle nyelven tud megfogalmazódni, tehát ez, sőt, azt tudom mondani, hogy egy olyan fontos üzenet, mint ami a kiállításom témája is, a doxológia, vagyis a dicsőítés, az Istennek a dicsőítése, a teremtett világ szépségének és titkainak a felfedezése, ez a művészetben sokféle nyelven tud megszólalni, és nem feltétlenül csak a figuratív alkotások azok, sőt, néha nem is a figuratív alkotások azok, amelyek ezt leginkább meg kifejezik, hogy a mai emberhez el tudják juttatni ezt az üzenetet. Kuklai Antal körömi plébános ajánlotta a jelenlévők figyelmébe az alkotásokat. Véleménye szerint ma már elfogadott az, hogy a művészek nem csak szentképek, oltárképek formájában jelenítik meg hitüket. Az időszaki kiállítás 2011. március 30-áig tekinthető meg.